Szevasztok, ez itt a Terapeuta Vlog 51. kiadása. Szeretném mindenkinek megköszönni, aki emiatt a sorozat miatt néz. Viszont roppantul kíváncsi vagyok, hogy melyik volt az az epizód, ami felcsigázott titeket a feliratkozásra. Mi volt az első videó, amit láttatok tőlem. Írjátok meg ezeket, légy szíves, kommentben. És akkor a mai adás témájára rátérve, tegnap előtt voltam a Neofutballnak az edzésén, akik ilyen speciális egyéni képzéssel foglalkoznak. Megnéztem, hogy mi az, amivel ők próbálkoznak, mivel újítanak a magyar futball tekintve, vagy egyáltalán a futball tekintve, hogyan fordítják le ők magyarra ezt a dolgot. Nyilván a Rózant Jánost ismertem korábbról, aki azt mondta, hogy valami olyan új típusú edzésmódot mutat meg nekem, amivel felgyorsul a képzés, felgyorsul az edzés, felgyorsul a fejlődés gyakorlatilag. Ugye ezt néztem meg, nézzünk bele az edzésbe. Edzés alapvető szisztémája a következő volt, hogy azt a feszültséget és feszengést, amit az edzők rápakolnak a játékosokra, vagy alapvetően a játékosok valamiért feszengenek, legyen az akár a közönség, akár a barátnő, ott van a haverok előtt meg kell felelni, vagy csak úgy összességében feszeng az alapvető szituációtól, ezt valamilyen módon feloldani, és ha lehet minél gyorsabban, mert a futballra úgy tekint ez az egész társaság, hogy a futball művészet. És azt a véleményt egyébként én is osztom, úgyhogy tök jól összecsengett ez a dolog, és én alapvetően egy ilyen laza srác vagyok, mégis a futballpályára lépek, akkor előfordul, hogy én is feszengek valamiért. Ez van, akinél megmagyarázhatatlan dolog, én nem tudom valamivel indokolni, hogy azért mert ez, vagy azért mert az. Szerintem a játékosok se feltétlenül tudják ezt indokolni, legyen akár egy blasz egyes játékos, vagy akár válogatott szintű játékosról szó. Néha ez a feszültség, ez ugye csak úgy jön magától. Ugyanakkor az edzőket, mert viszont muszáj vagyok itt egy kicsit szapulni, mert nagyon sokszor van, egyébként az én vlogomban is lehetett már látni, hogy az edző ordibál a 11-2-3-14 éves játékosokkal, és így egyáltalán elveszi a bátorságot ezektől a srácoktól, hogy valamit kezdjenek a labdával, hogy még a saját tudásukat se tudják kihozni magukból. Úgyhogy ez volt az első cél, hogy ezt így feloldjuk, és lazaság legyen az edzésen, bátorság, és a folyamatos pozitív visszacsatolás, ez megint egy fontos eleme az edzésnek, majd mindjárt kitérek egyébként, hogy ez miért fontos. Az edzés ugye egyéni képzésről szólt, ahol alapvetően technikai mozdulatokat lehet megtanulni, és igazából a zsenik világát próbálja lefordítani az egyszerű köznyelvre, és úgy, hogy igazából a bármilyen játékos meg tudja tanulni sokkal gyorsabban ezeket a dolgokat. Tehát igazából ez a fejlődésnek a felgyorsítása. És most mondok egy példát. Például megtanultunk egy cselt az edzésen, mondjuk az a Zidane csel, labdát megfogjuk lábbal, és forgás. Biztos mindenkinek megvan ez az idáncsel. Szerintem, minden nézőnek. Ha meg nincs, akkor ide bevágom. Azon túl, hogy a cselt megtanultuk, azon túl azt is megtanultuk, hogy mikor érdemes alkalmazni. És a csel megtanítása az ugye, hogyha még Zidane megkérdezni, hogy miért ezt a cselt alkalmazod, akkor azt mondaná, hogy hát ez a leghatékonyabb például. De mondjuk minden sztárjátékos, minden jó játékos azt mondja, hogy neki vannak saját cselei, amit ő szeret alkalmazni, mert az ő stílusához, az ő játékához, alapvetően a természetéhez ez pozitív és passzol, és megfelelő tökéletes ebben a szituációban. Úgyhogy ezért van az, hogy itt is az edzésen egy edzésről beszélünk. Megtanítottak nekem mondjuk 8-10 cselt, de ebből valószínűleg a pályán én 2-3-at fogok maximum alkalmazni, mert hiába tanulod meg, hogyha nem állhatsz, hogy nem érzed azt, hogy az rögtön a tiéd, az a csel, akkor úgyse fogod alkalmazni pályán. És nyilvánvalóan többféle szituációról beszélünk, hogyha most mondok három példát, a védő velem szemben van, a védő a hátam mögött van, vagy a védő valamelyik oldalról érkezik, akkor nyilvánvalóan más cselt kell alkalmazni, és ugye azon túl, hogy megtanítják a csel technikai részét, meg megmondják azt is, hogy mikor kell alkalmazni az adott. Tehát melyik az a szituáció, amikor a legjobb, hogyha ezt a cselt alkalmazod. Ez egy olyan megoldási kulcs, tehát nem maga, egy megoldási kulcs olyan tekintetben, hogyha megmutatják neked tökéletesen a mozdulatot, hogy mit kell csinálnod. Onnantól kezdve nyilvánvalóan függ a tehetségtől, hogy
Vegyük a tehetséget először. A tehetség két részből áll. Egyrészt, hogy egy bizonyos mozdulatot hányszor kell megcsinálnod, mire magadévá tudod. Mondjuk vannak a nagyon-nagyon jó képességekkel rendelkező játékosok, akik mondjuk elég 500-szor megcsinálni egy adott mozdulatot, gyakorlatot, hogy utána rutinszerűen működjön. Mondjuk vannak olyan játékosok, vagy olyan amatőr futballisták, mondjuk mint én, akinek mondjuk kell 5000-szer, vagy 50000-szer egy adott mozdulatot megcsinálni, hogy azután a rutinszerűen működjön. És ez a lényeg, hogy ez egy ilyen kulcs, hogy ezt a mozdulatot, ugye míg eljutsz a tökéletes mozdulatig, ez lerövidíti, ez az egyéni képzés. A másik része pedig az, hogy mennyire akarsz tanulni, mennyire vagy a tehetségnek a másik része, mennyire akarsz tanulni, mennyire vagy nyitott az ilyen gondolatokra, és hogyha nyitott vagy ezekre a gondolatokra, akkor bum, mondjuk a képzési folyamatnak a hossza, az felére, harmadára, negyedére, nyilván attól is függ, hogy milyen képességekkel rendelkezel a másik oldalon, tehát hogy hány érintésből tanulod meg az adott mozdulat. A cseleken túl, mert ugye lehet mondani, hogy hát mi szüksége van egy svéd középhátvédnek cselezési képességre, cselezési készségre, van egyébként, de jóval kevesebb, mint egy balszélsőnek, egy középcsatának, vagy egy irányítónak, nyilvánvalóan. Itt mondjuk olyan technikai elemeket is tanultunk, hogy hogyan lehet mondjuk egy labda kezelést egyébként úgy kivitelezni, vagy hogyan érdemes egy labdakezelést úgy kivitelezni, hogy azzal rögtön előnyöd legyen a másik játékossal szemben. Nyilván itt is vannak szituációk, hogy melyiket mikor érdemes használni. Az a lényeg, hogy mindig egy adott szituáció rekonstruálva van az edzésen, és ezáltal tehát úgy pontosan be tudod illeszteni. Megvan benned a kép, ugye a magyar nyelv az képekben gondolkodik, és ez az edzés módszernek is az alapja, hogy képekben gondolkodik. Kép, képesség, képzelet, képzelőerő, és a többi, és a többi. Nagyon sok ilyen magyar szó van, vagy ugye képtelen vagyok valamire, szintén erről beszélünk. És az a lényeg, hogy ha megvan a kép benned a játékszituáció előtt, hogy ezt mikor kell alkalmazni, ezen az edzésen magadba szívod, akkor mikor abban a játékhelyzetben, amikor alkalmazni kell ezt, akkor rögtön az a kép ugrik be. Beszéltem egyébként olyan játékossal, aki mondjuk 2 éve jár már ebbe az egyéni képzésre, és mondta, hogy neki pontosan ez a lényeg, hogy ezek ugranak vissza, hogy ezek a képzések az előnyei. Nagyon sok olyan játékszituáció van, ami egy játékosnak hibásan épül bele az agyába, és hibásan végzi egyébként a mérkőzésen ezeket a dolgokat, és ilyenekre is mutattak példát, hogy mi az, amit érdemes elkerülni, és mindenki olyan példákat mutattak, amik már valóban megtörténtek a futballpályán, és megmutatták, hogy meg gyakorlati miatt történtek meg. Ott van például egy eset, amikor Gulácsi a svájciak ellen elcsúszott a kapuban. Biztos emlékeztek rá, hogyha nem, akkor nagyjából bevágom. Suíza estava de facto em posição de fora de jogo. Mas o Bragantino de jogo também está aqui. Sempre que entra no jogo está a conseguir desequilibrar a defesa. E agora um disparate enorme por parte do guarda-redes. És lényeg az, hogy leveszi a labdát, hátra lép. Ugye ez megvan ez a szituáció, hogy passz, hátra lépek. Passz, hátra lépek. Passz, hátra lépek. Ez például egy olyan téves gyakorlat, valószínűleg Gulácsinál is ez a történet van, hogy ő begyakorolta ezt edzésen 10x éves korától, egészen felnőtt koráig, és benne volt egyszerűen a mozdulat a fejébe. Tehát alapvetően a rossz mozdulat, a rossz kép van elültetve a Gulácsinak a fejébe ez ügyben, úgyhogy ezért vétette ezt a hibát is. Tehát az a lényeg, hogy a jó gyakorlatot kell alkalmazni a jó időpontban. Valahogy így tudnám összefoglalni egyébként ezt az egész koncepciót. Nyilvánvalóan egy edzés nem váltotta meg a világot, de ezt el tudom mondani, hogy azért egy-két dolgot már megtanultam így. Nagyon fontos, hogyha megérkezel erre az edzésre, rögtön a nyitottság legyen meg egyébként, a tanulási vágy. És hogy kinek ajánlom ezt az egészet? Én azt tudom mondani, hogy kisiskolástól kezdve egészen a válogatott labdarúgókig, mert tényleg olyan játékelemeket lehet megtanulni, amiket nagyon könnyű hasznosítani, tényleg egy-két edzés után, és tényleg csak pozitívan tudok megnyilvánulni itt a neofutballal kapcsolatban. Azt mondjuk, de el kell mondanom, hogy én egy petákot se kaptam azért, hogy egyébként ezt a videót megcsináljam, hogy egyáltalán elmenjek edzésre, hogy egyáltalán bármi jót vagy rosszat mondjak róluk. A gólterápia műsoraiban is, és azt gondolom, hogy mindenhol én azt keresem, hogy mi a megoldás a magyar labdarúgás fejlesztésére. Én nem azt mondom, hogy ez az edzés módszer a megoldás, de hogy a megoldásnak egy része, ezt bátran állítom, és amondom vagyok tényleg, hogy próbáljátok ki, nézzétek meg, járjátok utána, leírásban találtok linkeket, ahol meg tudjátok nézni, hogy mi ez, és hogyan működik, illetve az én Facebook oldalamat is megtaláltok, Instagramot, minden, arra is menjetek rá, hogyha már arra felé jártok. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki követ, és ez az 50. adás, úgyhogy nagy királyság az egész. Legközelebb találkozunk, szevasztok!
Most már leteltem az ernyőt. Persze, persze. Köszönöm.